vendégem a stúdióban pedig Potápi Árpád János államtitkár. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A stúdióban. Megjelentek a 2022-re vonatkozó pályázatok, ami a külhoni magyarokat érinti. Milyen pályázatok ezek, mikre lehet pályázni? Fontos az, hogy lássuk, hogy a nemzetpolitika radikálisan megváltozott 2010 után. Ennek az elmúlt 10-11 évnek már látszanak az eredményei. És a járvány helyzetben is a külhoni magyar szervezetek, akár itt a Kárpát-medencében, akár pedig a diaszporában érezhették azt, hogy a magyar kormány, illetve Magyarország folyamatosan támogatja őket, illetve nem engedte el a nehéz helyzet ellenére sem, vagy mellett a, a kezüket. Ilyen, ennek megfelelően az elmúlt évben, illetve 21-es évben, a nemzeti újrakezdés évében átalakítottuk egy kicsit a pályázati rendszerünket, és a, a megváltozott körülményekhez próbáltuk igazítani. A nemzeti újrakezdés programban két pályázatot írtunk ki, és a testvértelepülési pályázatunkat is, programunkat is vittük tovább. Látni kell azt, hogy évente több ezer külhoni magyar szervezetet támogat a magyar kormány annak érdekében, hogy ezek a szervezetek az erős magyar közösségek motorjai legyenek. És az idei évnek, illetve a 22-es évnek az egyik érdekessége az, hogy már az idén kérjük a pályázatokat, tehát november 25-én. Van idő előre tervezni ezeket? Van, van, van idő előre tervezni a Pályázati pénzekhez és reményeink szerint sokkal előbb tudnak hozzájutni, mint az előző években. Tehát a jövő év elején már a számlájukon lesznek ezek a, források, ezáltal biztosítottabbá válnak, vagy válik a szervezeteknek a működése. A Nemzeti Újrakezdés Programban egyébként két részre osztottuk a pályázatot. Egyrészt lehet pályázni a szervezetek működési költségeire, fejlesztésekre, felújításokra. Másrészt, hogyha a járvány engedi, és ezt sajnos azt látjuk, hogy hónapról hónapra vagy napról napra változik inkább, akkor pedig a programok és a, a rendezvények megvalósítását is tudjuk. Támogani. Itt azt olvastam, hogy hat területen oktatási, kulturális, egyházi sport, valamint ifjúsági cserkész és közösség, illetve diaszpóra, területen nyújtanak támogatást. Nagyon fontos ezeket is támogatni természetesen. Ehhez valamilyen tehát gazdasági típusú támogatást társul, hogy ne csak a, ezeken a területeken tudják a külhoni magyarokat támogatni, hanem esetleg gazdasági területen is? Ez egy nagyon jó kérdés, egyre inkább a nemzetpolitika az elmúlt években a gazdaságpolitika vagy a gazdasági támogatások irányába fordult el. Számunkra fontos az, hogy az erős magyar közösségek munkahelyekkel is bírjanak, illetve a magyar emberek ne szegény emberek legyenek. Tehát a magyarság vállalása, főleg vidéki emberekről lévén szó, mert a magyarság ez döntő része vagy kisvárosokban él, a túli régiókban, vagy pedig kis településeken, községekben, falvakban, és ezért a magyarság vállalása sokszor a szegénység vállalását is jelenti. Ezeknek a területeknek a fejlesztése, területfejlesztése, illetve a vállalkozásoknak a fejlesztése azt is jelenti, hogy magyar embereket támogatunk az otthon való boldogulásban, az otthon való maradásban. Tehát magyar vállalkozókat például támogatnak, hogy tudjanak gazdaságfejlesztés, programokat végrehajtani, úgy, hogy van. magyar embereket alkalmazzanak. Így, így van, ki, megnéztük, különböző kutatásaink voltak erre, megnéztük azt, hogy a magyar vállalkozók a Kárpát-medencében 92,5%-ban magyar embereket foglalkoztatnak. Ezért is van az, hogy a testvértelesült települési programnál, amit szintén ma írtunk ki, ott nem csak a hagyományos testvértelepülési Rendezvényeket támogatjuk, amelyek fesztiválok, nemzeti ünnepek, közös megülése, különböző rendezvények, civil szervezetek, intézmények találkozóját jelenti, hanem lehetőséget teremtünk egy alpályázattal arra, hogy gazdasági célú együttműködés is jöjjön létre, akár a megyék között, akár pedig a, a települések között. Itt egyébként mindig a gesztorok magyarországi önkormányzatok. Ez a, ez a gazdasági együttműködés jelentheti azt, hogy az önkormányzati cégek működnek együtt, de azt is jelentheti, hogyha mondjuk van egy-egy helyi termékek boltja egy-egy településen, akkor az adott településsel jellemző termékek megjelennek a testvértelepülésen is, ezt támogatjuk. Még. Ez a vállalkozói mentorprogram miért fontos? Hiszen ez is egy fontos része ezeknek a pályázatoknak, miért kap ennyire hangsúlyos szerepet? Itt, itt gyakorlatilag ugyanaz a szemlélet jelenik meg a mentorprogramban, ami szintén először a Vajdaságban indult el, csak úgy, mint sok egyéb más nemzetpolitikai kezdeményezés. Azért fontos, mert jól működő, több évtizede jól működő úgymond nagy vállalkozók mentorálnak kezdő fiatal vállalkozókat. A fiatal vállalkozóknak tudjuk, hogy nem annyira rózsás a, a helyzete. Éveken keresztül, vagy akár évtizedeken ke keresztül kell beletadoljanak a, a szakmába, és egy kapcsolatrendszert kiépítsenek. Ezt az időszakot szeretnénk lerövidíteni, és nyilván jó a mentoroknak is, mert azonnal... E új lehetőségeket, ötleteket kapnak ők is a mentoráltaktól. De ami az igazi lényege ennek a programnak, az az, hogy a, a, a Kárpát-Medencei gazdasági életnek a szereplőit, a vállalkozókat egy kapcsolati hálóba szeretnénk összeszőlni. Ez egészen jól alakul, hiszen az összes utódállamban, illetve magyar régióban ezek a mentor programok már vagy lezajlottak, vagy már a második része indul el, illetve mennyi folyamatosan. Mennyi pénzt most. el egyébként? Tehát milyen, milyen, célokra és mennyi pénzt használnak el, hogyha már összegekről is tudom. Igazából a mentorprogramban pénzt nem kell, vagy programban pénzt nem kell beletenni, hiszen ezek a mentorok a saját idejüket, energiájukat, akár pénzüket is teszik bele. Ez programban. egyfajta tanácsadásnak tanácsadás. Tanácsadásról van szó, sokszor egyébként, főleg így a járványhelyzetben nem is találkoznak egymással, csak online tartják a kapcsolatot. Nyilván a, szervező munka az, ami anyagi forrásokat igényel a Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről. Az előző pályázatoknál 2,5 milliárd forintról beszélhetünk, 500 millió forint áll rendelkezésre a testvértelepülési pályázatnál, illetve a közösségek támogatásánál 2 milliárd forintról tudunk beszélni. Akkor ezek szerint, tehát a, most már egyre inkább az a cél, hogy a, hogy a Kárpát-medence egyfajta egységes gazdasági térként vagy egységes piacként működjön, hiszen erre minden lehetőség van. Az elmúlt 10-11 évben elértük azt, hogyha oktatási területről beszélünk, vagy kultúráról, akkor egységes Kárpát-medencei térről tudunk beszélni, és az utóbbi néhány évben pedig egyre inkább gazdasági szempontból is egységes Kárpát-medencei térről lehet beszélni. Nekünk az a célunk, hogy ezt tudjuk erősíteni. Hát, titkár úr, köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm remélem, hogy nagyon sok jelentkező lesz majd ezekre a pályázatokra, hiszen nagyon szép összegeket is kiosztanak ott. Mind, mindig óriási a túljelentkezés, de reméljük azt, hogy minél több öncél tudunk támogatni, a magyars, ami a magyarság érdekeit szolgálja. Köszönöm, hogy itt vagy Köszönöm szépen a lehetőséget.